Szívdiadora lehetne a bennmaradás is. Sokan azt mondják, hogy a Nyíregyháza alapvetően nem első osztályú szintű csapat, de első osztályú lehet pontosan azért, mert van szíve és van rend a klubnál. Én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott arra, hogy a csapat bennmaradjon az első osztályba. Természetesen vannak nagyon komoly szakértőink, mint Zombor is, aki nem szeretné ezt. Ő futballistának se volt jó, a szakkommentátornak meg tartófa. De mi küzdünk és hajtunk, és a csapat azt hiszem, ha ilyen 90 perceket fog produkálni, akkor azt hiszem, hogy benn fog maradni az első osztályba. Zombor is rendben, mert több mint 50-szeres válogatott, azt hiszem, hogy ne itt vitassuk meg. Nem volt annyi, azt hiszem 25-ös, de az is véletlen volt. Viszont Nikolić jó futballista, beszéljünk inkább róla, nem gondolod? Nem hiszem, hogy most a Nikolićról kellene beszélni. Na beszéljünk Zombori Sándorról, mit szeretnél mondani? Azt tudtuk, hogy nagyon jó futballista, hiszen nem véletlenül igazoltuk le, és azt hiszem, hogy a 7 gólja, amit rúgott az első osztályba, az önmagáról beszél, hiszen egy olyan csapatba rúgta, minden Nyíregyháza, aki jelen pillanatban az utolsó között a tabellán. Én gratulációval kezdtem, sajnálom, hogy nem tudtad meghazudtolni most sem magad. Gratulálok a Fradi elleni játékotokhoz. És megmondom őszintén, hogy nagyon sok minden zavar itt a Nyíregyházával kapcsolatban, hiszen azt hiszem, hogy az egyetlen klub vagyunk, ahol nincsen tartozás, nem tűnik föl liga kölcsönt. Mi is megtehettük volna, hogy esetleg 500 millió forintot fölveszünk, és akkor igazolunk játékosokat. Mi nem ezt tettük, hanem a becsületes úton járunk, a játékosokat igazolunk, aki ezért a fizetésre odajön, és ilyen teljesítményt tudnak nyújtani. Nagyon helyesen teszitek, én abban bízom, hogy hosszú távon ez a tisztességes út hozza meg az eredményt, de azt hiszem, hogy ehhez Zombori Sándornak a világon semmi köze nincsen, sem pro, sem kontra. Nem, de azért azt hiszem, hogyha a ilyen nagy nyilvánosság előtt ő véleményt mond. Neki ez a dolga? Nem biztos, hogy ez a dolga. Nem biztos, hogy az a dolga, aki még soha nem volt edző, egy másik edzőnek például a munkáját fikizálja. A másik az, hogy a Pápa mérkőzésre visszatérve, sajnos, hogy ilyen van, hogy az RTL-ben ilyet megengednek, hogy én nyilatkoztam 5 percet, és abból csak 30 másodpercet vágtak be. Én nem Szent Lázának a munkáját fikizáltam, hanem inkább az előző edzőnek a munkáját fikizáltam, akit eltűltek a csapattól, és gondolom, hogy joggal, hiszen a csapatnak nem volt megfelelő erőnléte. És én erre alapoztam a taktikámat, és majdnem be is jött. A Fradi ellen meg teljesen bejött. Gratulálok, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szervusz, viszont hallásra. Ez is a magyar futball valóságám. Ezek a beszélgetések, ezek a polémiák. Engem ezek végtelenségi elkeserítenek, de sajnos hozzátartoznak. Így állunk.